Csak amit ismerhetek, azt szerethetem. A Tata tantárgy ismert mottójával indította a reggeli áhítat beszédét a polgármester a tatai református templomban. A diákoknak is meglepetés volt a jelenléte, ahogy az ajándékba kapott Tata tankönyvek is. 11. osztályosok fogják külön is újra venni a Tata tantárgyat. Az a cél, hogy tüzet gyújtsunk a gyerekekbe. Belelkesítsük őket, megszerettessük velük azt, hogy az, ahol élek, azt érdemes jól ismernem, mert annyi gyönyörűség van benne, annyi példa van benne az én életemhez, és annyi minden kapcsolódik, hogy ezért van értelme annak, hogy én ezt tanuljam, dolgozzak vele, utána menjek, utána olvassak, bográsszam az interneten vagy a munkafüzetben a különböző példákat és a lehetőségeket, és sétálva a városba pedig, ahogy sétálok, tudjam, hogy mi miért van úgy, ahogy van. Az iskola a helytörténeti projekttel is őrizni kívánja alapító igazgatója dr. Kálmán Attila emlékét, aki matematika szakos tanárként is fontosnak tartotta a honismereti helytörténeti munkát. Mi kaptunk egy örökséget dr. Kálmán Attila igazgató úrtól, aki, ahogy polgármester is utalt rá, hogy csak azt ismerem, amit szeretek, és ezt polgármester is tanult, a Kálmán Attila is tanulta, és tovább is adta nekünk. A másik, hogy van egy lehetőségünk most. A 2013-ban indult kerettanterv alkalmazása során az iskola megnövelte az emelt szintű érettségi felkészítés időkereteit. Így keletkezett valahány olyan többlet óra, ami korábban nem volt beosztva nagyon szigorúan a tananyaghoz. És akkor néztük, és volt még egy élményünk is. Itt Tatán tartották a Kárpát-medencei református középiskolák találkozóját idén júliusban. Erről bizonyára sokan hallottak, és talán látták is, vagy részesei voltak az alkalomnak. És akkor mi a gyerekeinket kértük meg arra, az iskola diákjait kértük meg arra, hogy kis előadásokkal különféle helyszíneken, ilyen városnéző sétában helyi fogadóállomások legyenek. És a felkészülés során jött elő, hogy milyen fontos, hogy tudják, és hogy mennyire keveset tudnak. És van még egy nagyon praktikus ok. Az iskolánk, amióta érettségiztetünk, minden évben a 24. vagy 25. érettségi tétel, jövőre csak 22 lesz, akkor a 22. érettségi tétel Tata története. A Tata tantárgyhoz kapcsolódó projekt részét fogják képezni többek között helyszíni tanulói előadások, poszterkészítés és idegenvezetői szimuláció is.